tanévnyitó ünnepség elnökségének bevonulásával kezdődött a ceremónia. Idén fél évszázados a Győri Egyetem, jogelődje a közlekedési és távközlési főiskola, észrevétlenül alakult át igazi univerzitásszá, kezdte beszédét a rektor. Ez a folyamat valóban csak a külső szemlélők számára volt ilyen evidencia. Azok a kollégák, oktatók, kutatók, hallgatók, segítőink, akik az elmúlt fél évszázadot jegyezték. Ezt az 50 évet komoly küzdelemként, időnként, keserves harcként, de végül az eredményünket szerényen és mégis büszkén megélő közösségként tapasztalták meg. És a büszkeség jogos. Jogos, mert az egykori szakfőiskolából mára az ország hetedik legnagyobb egyeteme lett. Oktatási portfóliunk széleskörű, modern, 21. századi ez a szemlélet, 21. századi módszertan hatja át. A hallgatók az ország minden pontjáról keresik a Győri Felsőoktatási Intézmény képzéseit, sőt az idei év jelentős előrelépése, hogy 43 ország 155 külföldi hallgatója jelentkezett Győrbe, így őket külön köszöntötték a megnyitón. And at this point I'd like to turn to our new international students. I'm delighted to welcome you to Széchenyi István University Győr. Győr büszke és sikeres város, amelyen hozzájárul az egész ország jó gazdasági eredményeihez. Ezt már dr. Fekete Dávid Győr alpolgármestere mondta. Ebben a városban hosszú ideje egy komoly és intenzív jövőépítés van folyamatban, amely csak úgy lehet sikeres, és az elmúlt évek sikerei is ezt bizonyítják, hogy azok a szereplők, akik ebben a leginkább érintettek, azok összefogtak és együtt közösen valósították meg a céljaikat, együtt közösen alkottak stratégiát a következő időszakra nézve. És ezek a szereplők nem mások, mint a város önkormányzata mellett a Széchenyi István Egyetem, a város gazdasági erejét képviselő vállalkozások, köztük kiemelten természetesen az Audi, Magyarország kormánya, aki mindenben támogatta az elmúlt években is a törekvéseinket, és természetesen maguk a győri polgárok, akik szaktudásukkal, munkájukkal folyamatosan segítik ezt a jövőépítést. Ezután az elsős hallgatók ünnepélyes fogadalomtétele következett, majd kihirdették a 2018-2019-es tanév ösztöndíjasait.